A koronavírus miatt bezártak az éttermek, szállodák, feleslegessé vált nagy mennyiségű hús, nem csak idehaza, hanem egész Európában. Ez a túlkínálat pedig a kereskedelemben áresést, a termelőknél pedig válságot okoz idehaza, a húságazat szinte minden szektorában. Ez a piaci szegmens egyik napra a másikra megszűnt. Horváth István, a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke azt mondja, a helyzet érzékeltetésére jó példa Spanyolország, ami évente 45 millió sertést bocsát ki, ennek hozzávetőlegesen 40%-át a turizmus veszi fel. A most feleslegessé vált húsnak Európán belül, így többek közt Magyarországon keresnek piacot, ez pedig árcsökkenéshez vezetett, de ez csak az egyik probléma. A vágóhidak a korábbi kapacitásoknak a 70-80, vagy adott esetben 60%-át vágják csak le. Tehát egyszerűen a sertést tartóktól nem viszik el a sertést, mert nincs piaca, így nem is tudják levágni, így túltartják a jószágokat a sertést tartók, de a rotáció miatt, a tenyesztés miatt már a következő generáció az már ugye érkezne az olba a fialások után, tehát egy komoly válságnak nézünk elébe. Hasonló a gond a szárnyasoknál. Csorbai Attila, a Baromfi Terméktanács elnök igazgatója azt mondja, az Európai Uniós tagállamokban, így Magyarországon is 20-40%-os kiesést okoz a baromfi hús piacon a turizmus vendéglátás leállása. A vágó feldolgozó üzemek kerültek nagyon nehéz helyzetbe, hiszen olyan alacsonyak az értékesítési árak, és gyakorlatilag sok esetben meg is szűnt a kereskedelem, hogy a készletek halmozódnak. Ezt követően, amikor a készleteket már nem tudják hová pakolni a hűtőkbe, akkor gyakorlatilag ez egy láncreakció szerűen tovább fog gyűrűzni a termelésre, illetve hát a szülőpár előállítása keltetésre. Csorbai Attila azt mondja, ha ez így folytatódik, le fog állni a termelés, mivel az finanszírozhatatlanná válik. Magyarországon például az élő csirke kilogrammonkénti felvásárlási ára 20 forinttal 230 forintra esett, az átlagos önköltség viszont 240-245 forint. Hogy lehet még orvosolni a problémát. Ennek az első számú megoldása az lenne, ha valamilyen úton, módon az Európába érkező importhús mennyiséget korlátoznánk, illetve újra gondolnánk azt, hogy szükség van Európába jelenleg 850 ezer tonna éves mennyiségben importhúsra. A sertéstartók is keresik a megoldást. Horváth István azt mondja, a legnagyobb segítség ma az lenne, ha mindenki magyar sertéshúst vásárolna, de ahogy fogalmazott, a multik ebből nem csinálnak érzelmi kérdést, így tovább kell keresni a piacot, jellemzően Romániában és a Balkánon.